Egyre több embert vonz az úgynevezett Andrássy piknik a Betléri kastély angol parkjába. Az idei történelmi pikniken a korábbi évekhez hasonlóan korabeli ruhákba öltözött látogatók bukkantak fel a kastély előtti parkban. A piknik ma már egyre népszerűbb, sokan nagyobb távolságokból is érkeznek. Ezt a tradíciót 2014-ben kezdtük, és nagyon örülünk, hogy nagyon sokan megszerették ezt a hagyományt, és nagyon sok vendégünk érkezik erre a piknikre. A Betléri kastély elengedhetetlen része volt a nyári szezon piknikezése is, mert ugyan nagyon sok fényképről, történelmi fényképről tudjuk, hogy az Andrássyak piknikeztek a parkban, és nem csak itt a Betléri parkban, hanem a Betléri erdőkben is, és ezek a piknikek a vadászatok egy bizonyos részei voltak, és akkor nem ilyen modern néven hívták őket, hogy piknik, hanem úgy például, mint hogy villás reggeli. Tehát pokrócokon ültek, és kint ebédeltek, vagy reggeliztek az erdőben, a természetben. A legkisebbeket az arisztokratikus kriket vagy a tollaslabda várta, de a kézműves foglalkozáson kis ajándéktárgyakat is készíthettek, vagy felpróbálhatták a korabeli kosztümöket is. A pikniken tiszteletét tette az előkelő társaság is, melynek tagjaival a kastély előtti parkban sokan közös fotókat készítettek. Itt Betlérben nem először járok, viszont itt az Andrássy pikniken igen. Nagyon tetszik ez a rendezvény, örülök, hogy el tudtam jönni. Gyönyörűek a kosztümök, amiket egyébként fel is lehet próbálni, és nagyon hangulatos ez az egész rendezvény, mert itt a füvel le lehet kicsit ülni, sajtokat lehet kóstolni, a háttér mese szép, ugye csak meg kell nézni. Be is lehet egyébként menni a kastélyba, szintén lehet látogatást tenni. Žiaľ som tu len prvýkrát, každý rok sa chystáme na túto akciu, lebo som o nej veľa počula a veľmi som chcela sa zúčastniť tejto akcie a dúfam, že budúci rok sa mi podarí aj v kostýme, lebo tento rok som sáňala, ale bohužiaľ sa nepodarilo. Ale je to skvelá akcia a Betliar mám rada, takže rada sa sem vraciam. Idén a múzeum egy újdonsággal, a legfinomabb édesség címéért folyó versennyel is készült, amibe bárki bekapcsolódhatott, aki elhozta az otthon megsütött kalácsát, süteményét és benevezte a megmérettetésbe. Az otthonról hozott csemegék mellett uborkás szendvicsek és csirkefalatok közül is válogathattak a látogatók, amik az Andrássyak kedvelt piknik ételei voltak egykoron. Aki korabeli kosztümbe érkezett a piknikre, az ingyenes belépőt kapott a kastélyba.